a hazai csapatnál Tóth Balázs vezetőedző nem számíthatott, az öt találattal a házi góllövőlistát vezető, ám betegséggel küzdő Dagy Zoárdra, a sárgalapok miatti eltiltását letöltő Mészáros Dávid azonban újra játékra jelentkezett. A Siófoknál a legutóbbi fordulóban megsérülő debreceni Ákos helyét László Dávid vette át a kezdőben. Az első lövésre a negyedik percig kellett várni, ekkor Szakály Dénes sorfalon megpattanó szabadrúgása került el kevéssel a vendégek kapuját. A 16. percben Mészáros felívelését a bal oldalon László fejelte Baracskai elé, aki éleszögből lőtt is, Hutwágner azonban fogta a próbálkozást. Alig fél perccel később Baracskai előkészítőként jelentkezett, Simon ugratta ki a csákvári szélsőt, aki laposan a hosszú oldalra lőtte a labdát, az érkező Tamás Nándor az ötös sarkáról a kapufára lőtte az ittszert. A 18. percben jött az első siófoki lövés, a jobb oldalról befelé húzó Major a 16-os sarkáról lőtt el keresztben a csákvári kapu előtt a labdát. A 32. percben már védenie is kellett Pécsi Ármin kapusnak, a jobb oldalon megint Major ment el, ezúttal élesen belőtte a labdát, melyről ugyan középen mindenki lemaradt, a hosszún érkező Kittl azonban így jutott lövéshez, erős, de középre menő próbálkozását védte a hazai kapus. A 42. percben aztán már rezdült a háló, az Akvitál szerzett vezetést. A Szakály labdájával a bal oldalon felfutó László Noel ragyogó beadásába Baracskai Roland fejelt bele a rövid oldalon, a labda pedig magas ívben Hutwágner fölött a hosszú sarokba hullott. A második félidő nagy küzdelmet, de kevés helyzetet hozott. Az 50. percben egy bal oldalról belőtt labdát László Dávid szelídített meg a 16-oson belül, majd kifelé cselezve az oldalhálóba bombázott. A 68. percben Simon kiváló ütemben tálalt az egyedül kilépő Juhász elé, a visszazáró Polényi azonban becsúszva az utolsó pillanatban elkotorta a labdát a hazai támadó elől. A Siófok a 79. percben járt a legközelebb az egyenlítéshez. Kovács Bence a bal oldalon az alapvonalnál két védő mellett is elment, Papucsek ugyan végül mentett előle, a labda azonban Varga Bence elé került, a vendégek hetesének lövését Pécsi nagy bravúrral a kapufára tolta. A hajrá is hozott még két lehetőséget. A 82. percben Tamás Nándor 22 méteres lövése került el a siófoki kaput, majd a 89. percben Girsik jobboldali beadását Schildkraut fejelte Pécsi kezei közé. Az eredmény így már nem változott, az Akvitál FC Csákvár Baracskai fejesével 1-0-ra nyert a BFC Siófok ellen.